Millás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség. A mi zenekarunkban pontosan, amiről beszéltem a legelején is, hogy mi az operától, az operetten, a nótáson, a táncdalon keresztül mindenkivel dolgoztunk. És akkor én kénytelen voltam ezeket a műfajokat elsajátítani, és meg is szerettem. Kicsit furcsa dolog ez nekem, hogy egy jazz tanszakon tanítok, és néha nem is tudtam eldönteni, hogy most ezt nekem szégyelni kell, hogy én szeretem a nótát is, vagy elmondhatom, hiszen ennek a nótának a mai világban nem igazán jó valahogy, nem a híre, hanem egyszerűen nem úgy fogadják ezt az egész műfajt, mint régen. Talán azért is, mert az igazi nagy képviselői nincsenek már. Egy csipetnyi kíváncsiság. Egy csokornyi jó kérdés. Mi szakmánkban, aki kiáll a színpadra, azt kritizálják. Ebben nincsen semmi különleges. A különleges az én helyzetemben az, hogy én nem színésznőnek jöttem föl ide Budapestre 30 évvel ezelőtt, hanem feleségnek. Én beleszerettem egy csodálatos emberbe, és én ott hagytam csapott papot, egzisztenciát, családot, lakást, mindent, a színházat és mindent, hogy én emellett, az ember mellett éljem le az életemet, remélem így is lesz. És a háziasszony, Paor Lilla. Lillás reggeli. Szombat és vasárnap délelőtt 10 órától a 6-os csatorna műsorán. A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paor Lillát a krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli A műsor együttműködő partnere a Pannónia Rádió.